Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár 13. podcastját vesszük most feléppen, éppen, Solymosi Ákos segíti a munkánkat, és Zicsi Mihály történész, a kézirattár kutatója, a mai vendégünk. Egy speciális műsorunk kezdődik mostanában, hiszen eddig a könyvtár tevékenységéről, a könyvtár munkatársaival megtárgyaltunk bizonyos dolgokat. Most viszont inkább az emberrel fogunk foglalkozni, hiszen van egy olyan intézmény, ez a Törzsgárda nevű elnevezés, ami azt jelenti, hogy egy, egy magában a Széchenyi könyvtárban nagyon sok ideig itt dolgozik valaki, és Zsicsi Mihály 1983-ban kezdte itt a munkát, és tavaly kapta a 40 éves Törzsgárdát, ami azt jelenti, hogy megszakítás nélkül 40 éve itt dolgozik. Az Zsicsi Mihály, tehát Zsicsi név már egy ilyen megütközik az ember. Nekem az Európa kiadó a gyerekként a Zicsi kastélyben volt egy legendás koncert. Nekem ez volt az első Zicsi emlékem. Neked, Mihály, mikor tudatosult uh, benned ez a Zicsi név, hogy mi is az a Zicsi? Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és akkor ugorjuk neki mindjárt az első kérdésnek. A gyermek hogyha bele születik valahova, az egészen másképp tudatosul, mint hogyha valamibe belecsöppen, legyen az bármi. Akár gyerekkorba, serdülőkorban, fiatalkorban, felnőttkorban. Gyerekként ez lassan tudatosult, és hát már tulajdonképpen 5-6 éves korba már az ember úgy sejtett valamit. Szülők megjegyzéséből, eligazításából, utasításaiból lehetett következtetni rá, hogy fiam, mész iskolába, szájra vigyázni, ezt lehet mondani, ezt nem lehet mondani. De hol járunk itt a 60-as évek? 60-as évek közepén, nagyjából 65-ben mentem általános iskolába. Akkor akkor, hát már óvodában nem nagyon, de hát igazából iskolában tudatosult ez, hogy mit lett. Óvodában csak, óvodában csak egy élményem van. Kedvesek voltak az óvonénik, szerettem őket. Egyszer volt az, hogy egy tál cseresznyét odaöntöttek, és akkor mindenki belenyúlt a tál cseresznyés tálba, persze én is, és akkor azt mondja az egyik óvonő, hogy na, nem is értem, mert egy gróv az később villával eszi a cseresznyét. Hogy ez minek szánta, nem tudom. De a, a többiektől való ilyen értelemben vett különbözőség az ebben az egy dologban kisgyerekként feltűnt, de egyébként nem. Hát most miben különbözök a többiektől? Hát ugyanúgy ember vagyok, mint azok, tehát. Igen, tehát ugyanúgy mondjuk nem, egy az így azért a az legismertebb a Zsicsi Mihály az ember tragédiájának a, a illusztrátor, a cári e, e, udvari család festője. Így van. De volt a, a Nemzeti Múzeumnak főigazatója, kulturális miniszter, Dédapár például az János az iskolaszanatóriumot alapította, tehát ezért is, ugye most tartunk a, az óvodába, iskolába, jön ugye a, a továbbtanulás. Igen. E, Szintén megint csak magamról fogok beszélni, hogy szoktam, hogy nekem a nagyapám Úricabó volt egy kis faluba, és akkor az édesanyám, Nál a felvételénél nem volt olyan egyszerű játék, hiszen nem volt sem melósa az apja, meg se ö, ö, mezőgazdasági dolgozó, ezért volt neki valami pipája, és nem tudott egyből elmenni tanulni nálad. Ez hogy alakult? Hát nálam úgy alakult, hogy hát igazából mindig történelmet akartam tanulni, de nagyjából tíz éves koromtól tudtam azt, hogy ez, ez így, így egyenesben nem fog menni. Hát egyházi iskolába jártam, tehát dupla rossz pont egyházi iskolából, történelemből még nem, nem is nagyon indultunk tanulmányi versenyen. Apám fizikai dolgozó volt, villanyszerelő, tehát az F betű, ami amúgy jó pont volt, az ott volt a nevem mellett, de hát a dupla rossz pont mellett ez semmit nem számított. Műszaki pályára mentem, de ott is volt azért egy csavar, mert 20 pont volt a maximum, nekem 19 volt a könnyűpari műszaki főiskolán, Nyomdászakra jelentkeztem, 10 pont volt a ponthatár, nekem volt 19, ugye 20 a maximum, nem hívtak be felvételi beszélgetésre, csodálkoztam, és akkor a gimnáziumból Panohalmáról kaptam egy táviratot az igazgatótól, és én érthetetlen, hogy miért pont onnan, hogy azonnal vigyem be az érettség bizonyítványomat. Egy jelesre érettségiztem, rohantam befelé, a főiskolára, tessék itt a bizony, bizonyítvány, miért nem öltözött ki felvételi beszélgetést. Mondom azért, mert nem kaptam értesítést róla. Óva akar jelentkezni, ez kint a folyosón volt. Aláhúztam, na jó, maga ezt elintéztem, mi meg majd elintézzük a pontjait. Hát ez volt a reakció, nem is vettek fel elsőre, de fellebbeztem, és jó akaratú segítséggel, ezt kell mondanom, végül is papírszakra fölvettek. Hát annyit még sikerült, nem tudom, hogy keresztbe tennie, hogy egyedüliként előfelvett voltam az évfolyamba, ami fő három éves főiskolán nem volt szokás. De ez óriási szerencse volt nekem. Tudnélik, azonnal behívtak katonának, egyedüliként az évfolyamban. Az ez Mint előfelvett, az Mint előfelvett a hadsereg csak azt nézte, hogy előfelvett, gyerünk befelé. És így 11 hónappal megúsztam a katonaságot, míg mások főiskola után mentek 18 hónapra. Később aztán be akartak hívni, de akkor már, akkor már bölcsészkarra jártam, családot alapítottam, vagy nősülni akartam, sikerült valahogy kibekkelni. Tehát tulajdonképpen ezzel a katonasság dologgal ilyen értelemben őrült szerencsém volt. És akkor ezt hogy képzeljük el? Elment a viszont történet szereti volna lenni. Igen, elmentem a pariba, gondoltam a történelem, az egy ilyen hobbi lesz, és akkor elvégeztem a, a főiskolát, elment, erősítettem a magyar ipart két évig, mert csomagolás technikát is tanítottak, és az viszonylag. Hát a 80-as évek? 80-as évek elejéről beszélünk, és a 23-as volánnál voltam két évig. Próbáltam feszegetni, hogy mi van, ha én most jelentkeznék a bölcsészkarra, de hát semmiféle tanulmányi kedvezményt ott nem, 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 adtak volna, és akkor kerestem állást, és akkor így kerültem ismerősök révén a kézirattárba. Ahonnan is. Ez egy nagy, nagy váltás. Emelté volna a könyvőiparba a top Hát, hát hívtak papírlaborba máshova, de akkor föl volna adni azt, hogy én bölcsészkarra menjek. Ha ezt én úgy föladom, és azt mondom, hogy csak én amatőr történész leszek, akkor, akkor valószínűleg nem jövök ide a könyvtárba, de én ezt nem adtam föl, és így sikerült ezt az állást szerezni, és így aztán a könyvtárból mentem a bölcsészkarra. Oké, okay, még 83-ban, még zárjuk le, hogy mit csináltál itt 83-ban, amikor elkezdtél dolgozni? 83-ban elkezdtem dolgozni, akkor hát raktáros voltam a kézirattárban, ismerkedtem a kézirattárral, mind is Éva néni szárnyai alatt ismerkedtem a kézirattárral, raktárosként dolgoztam, majd, ja is jártam felvételi előkészítő tanfolyamra, amelynek második részét, tehát hogy nagyjából ugye a 18. századtól Elekes Péter tartotta, és tőle rengeteget lehetett tanulni. És így felvételiztem 1984-ben a bölcsészkarra, úgynevezett egyéni levelező módon, ami egy szakon a nappali órák látogatását jelentette. Sajnos a könyvtár akkori vezetése, hát ezt a maga részéről nem nagyon támogatta. Tehát csak a vizsganapokat adták meg, egyeseknek több kedvezményt adtak, mert az állami bér- és munkaügyi hivatal véleménye szerint ez nem volt kötelező, mert akkor egy friss dolog volt, nem volt rá törvény. A vélemény az volt, hogy az a kedvezmény illeti meg, ami a levelezőket. De ez csak egy vélemény volt, hát én ezt sajnos nem kaptam meg, csak a vizsganapokat engedték el. Miért kézirattár? Miért kézirattár? Hát azért kézirattár, mert hát az akkori szocialista viszonyok között, hát ez talán ma is így megy, kinek hol van ismerőse. Mm és így aztán az ismerős ismerősének az ismerősére évén akkori... De jól éreztel itt magad? A kézletelben jól éreztem magam. A probléma az volt, hogy az egyetemi tanulmányok meg a munka ez így, így együtt sok volt, és amikor erre még rájött a, az építkezés, a gyereknevelés, ez már sok volt, úgyhogy hat órába egy időre átmentem. De aztán visszajöttem nyolc órába. És hát ugye nem, nem, nem támogatták annyira az érezte a tanulást, tehát... És a tovább tanulás az a történész szakot jelentette? Az a történelem szakot jelentette, igen, amit nagy élvezettel. És itt már az így családtörténete adta a muníciót, vagy, vagy egy Nem, egész más nem, nem nem, 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 nem a, a családtörténete motivált, a történelem eleve érde... Ha csak a családtörténete motivál, akkor nem csinálom meg ezt a váltást, akkor elmegyek egy papírlaborba valahova dolgozni, amit egészen más iránt jelentett volna, és hobbiból művelem a család történetét. De, de engem mindig a történelem érdekelt, hogy ebből mennyi a családi örökség, az egy más kérdés, de ez nem a család történetét jelentette, hanem a történelmet, mint olyat. Miből e, írta el? szakdolgozatod, mi volt a kutatási téma? Kutatási téma az Miksa császár, még császári mi volt előtt német királya választása. A király választás alkalmából 1486-ban kiadott ősnyomtatvány volt. Ez az ősnyomtatvány, ez szolgáltatta az alapot a szakdolgozat. Tehát Tulajdonképpen egy kés, úgynevezett spét mittel egy késő-közép-felnémet nyelvű nyomtatvány, és ezt fordítottam le magyarra, írtam hozzá bevezetőt, láttam el lábjegyzetekkel, és hegyeztem ki a dolgot tulajdonképpen a, a német fejlődésnek arra az aspektusára, hogy a nemzetállam, mint olyan nem és miért nem született meg. A nyugati császár eszme, a római birodalom óta lényegében folytonos nyugati császár hogyan verd gyökeret Németországban, és miért, hogyan futott be a francia fejlődéssel lényegében egy ellentétes pályát, és csak későn ért be egységes nemzetállamként a 19. században. Az más kérdés, hogy egy ország, egy társadalom számára jó-e, ha egységes és központosított nemzetállamban él, mintha sok kis fejedelemségben, és ha itt nem tetszik, odébb megyek, és ott új életet kezdek, mert nem jön rám az előző rendőrsége. Tehát ez egy nagyon messzire vezető filozófiai kérdés. Habsburg Otto írt erről egy eszét, meghalt Párizsban az a címe, vagyis, hogy minden francia híresség az előbb-utóbb Párizsba költözött. Ezzel szemben Németországban diffúz volt a fejlődés. Ez nem érték ítélet, ez tény és ennek a gyökerei ugye a középkorban nyúlnak vissza. És lényegében erről a királya koronázás nyomtatványának ürügyén, ami ugyan a nagyobbik részét tette ki az egésznek terjedelemben, de valójában engem ez fogott meg. Mondják a történészek azt a unásig említett gondolatokat, hogy azért jó tudni a történelemről, mert a, a tanulunk a, a akkori hibákból, akkor, amikor készítetted azt az egész kutatást, a szakdolgozatot, ez mennyire volt fontos része, hogy a akkor elkövetett hibák és a jelenre ezt a kivetítést lehessen valahogy alkalmazni. Akkor ezt én még így nem gondoltam végig. Akkor azzal begett a, Beget a szemem előtt, hogy egy jó szakdolgozatot megírjak, és hogy mondjam, a mai ember számára érthetően jól megfogalmazzak valamit, ami rendkívül tanulságos. Ez pedig az, hogy hogyan alakul, vagy hogyan nem alakul ki egy nemzetállam. És az, hogy Németországban épp a császár eszme miatt belső szuverenitások alakultak. Hát ö, ö, neves elhúgy kollégám, dr. Fallenbüsö Zoltán mondta nekem azt, hogy amikor a még a német-római birodalom javában létezett még, amikor a porosz, vagy a brandenburgi választóból porosz király lett. És akkor savoya Jenő azt mondta első lipott császárnak, hogy felség, aki kitalálta azt, hogy a brandenburgi választóból, tehát aki így, mint ezen a címen a birodalom része, porosz király legyen, és ezáltal lényegében egy önálló állam feje, azt az embert fel kellett volna alkasztani. Hát én nem vagyok ilyen véres szájú, de Szavolya Jenő megérezte azt, hogy a birodalom széthullásának a folyamata ismét egy nagy lépéssel ment előre. A kutatók, amikor lediplomáznak, megírják a szakdolgozatot, akkor a tudományos munkából tovább tudnak lépni. Na, de ez hogy alakult? Ugye már a 90-es évek körül. Igen, járunk. hát a, a, szakdolgozatot azt ugye, hát 89-ben végeztem, és emlékezetes volt, mert a Nagy újra temetésének a napján volt az államvizsga. És mindenki a tévét nézte az összes tanár, mert tudták, hogy történelmi esemény van. Mm -hmm. És akkor megvolt a. Június 16-a. Június 16, -a. 16 -a, és akkor megvolt a, a vizsga, akkor utána kimentem a Hősök terére. Megjavámban tartott az esemény, úgyhogy mikor hazamentem, hát akkor Óbudán laktunk, anyosom még nálam, mert akkor még csak építkeztünk ott, ahol most lakunk. Akkor nem is tudtam, melyikről számoljak be először a saját diplomázásomról vagy az újratemetésről, mert mind a kettő fontos volt. Később aztán írtam egy disszertációt is. Ekkor már a könyvterben egyszerű volt a helyzeted? Mert mondtad, hogy annak idején ah, nem, nem volt sok kompromisszumra volt szükség. És nagyon sok kompromisszumra volt szükség. Hát annyiból egyszerűbb volt, hogy már nem jártam egyetemre. Tehát az, az egy nagy könnyebbség volt, ugye időbeosztás szempontjából. Hát amikor építkeztünk, akkor három hónapra fizetés nélküli szabadságra mentem, hogy egyetlen lakásunk legyen. Hmm. Tehát az akkori viszonyok között ez így ment. És aztán Karsai Orsi kezembe nyomott egy... Ő volt a kézreattár vezetője. Ő volt a vezetője, és kezembe nyomott egy beszámolót a 7 éves háborúról. Hogy hát ha akarok, írjak belőle valamit. És akkor kértem rá kutatónapot, és kaptam, és elkezdtem dolgozni vele, és akkor rájöttem, hogy erre Bécsi ösztöndíj kell. Akkor volt egy ilyen ösztöndi lehetőség. Három hónapra kimentem Bécsbe ösztöndíjjal, és már az első héten megtaláltam a magát meg nem nevező ismeretlen szerzőt, ugye a Krixar hívnak az aktáiban, akkor ismerkedtem a gótbetűkkel, írodgót betűkkel, amely nagy kaland volt, és hát három hónapos kutatás alatt azért sok mindent, ha nem is mindent ki lehetett deríteni, egy évvel később akkor a saját pénzemből kimentem és befejeztem a kutatást, ahhoz egy hónap kellett. És így aztán sikerült egy egy doktorátost összeállítani, és azt hiszem, hogy elég jól sikerült. Ábrákkal, magyarázatokkal, szövegkiadással, tanulmányjal együtt. Akkor nem volt újratemetés, amikor... Ak akkor, volt. nem volt, akkor nem volt de viszont, viszont jól sikerült. Ilyenkor a család mondjuk összejött, és akkor ez a dicsi múltbéli vonal, amire rákozkodtam újra, ültetek, és akkor mondták, hogy Mihály azért te is már ezt elérted, ahogy a dédapa iskola szalantói mozgalmat, ahogy a Nemzeti Múzeum vezetője volt az egyik ősön. Tehát ezt szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor a családi megbeszéléseken előjöttek-e a, a, dicsi Hát el, a, a, múltbeli dolgok azok, azok nem, nem alkalomhoz kötődve jönnek elő, tehát hogy család ebbe benne él, akkor az, az egy, hogy mondjam, az a közeg. Tehát nem úgy jön ez elő, hogy na most akkor összeülünk vasárnapi ebédnél, és erről beszélünk. Oké, okay, hát, csak mégis orta. volt egy esemény, ami most. Igen, ja, kutatom, igen, a, a doktorátus, a doktori igen, vizsga. Mi? Igen, a doktori vizsga napja úgy történt, hogy letettem a doktori vizsgát, hazamentem, és akkor kezdődött 94-ben egy következő építkezési hullám, A velünk egyházban élő nővéremékkel közösen, és a doktori vizsga után hazamentem, és a mérnöki terv szerint fölöslegesnek ítélt kéményt ledöntöttem a tetejét. Aztán a gőműves pótolta másfajta téglából. Szóval itt történt a doktori vizsga napja, nagyon élesen, kettéve, de ez jól is esett egy kis mozgása, sok szellemi munka után, egy kis fizikai munka. Fölépítettük a, a házat, de az, az, hogy ez a doktori vizsga így sikerült meg, hogy családtörténet, ez, ez egy mindennapos dolog. Tehát mindig-mindig előkerül valaminek apropóján. Legutóbb mi apropóján került elő? Hát legutóbb most annak apropóján, hogy, hogy hát először is Zicsi József utazásairól vannak naplók, amiket ő... Ki itt. az Zicsi József? Zicsi József a seregélyesi ágnak a tagja, annak az Zicsi Ferencnek a fia, akiről Jókai Móra kőszívő embert mintázta állítólag, hát mm. nem voltam ott. Mm. És testvérével Ágostal együtt úgy nagy utazásokat tett. 1875-76 Ázsia, 77 Amerika, tehát USA és Kanada. És hát a közvélemény úgy tudta, hogy hát Licsi Ágos, tehát az öccse írta meg ezeket, tehát a Borobudurjába szigeté akadémiai székfoglaló cikkek a földrajzi közleményekben. József ugye háttérben maradt, és a naplóból kiderül, hogy tulajdonképpen ő vitte magával az öcsét. Uh -huh. És ez egy ilyen félhivatalos út volt, de saját pénzen. Ezt kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy így is lehet. Igen, igen. <laughs> így is lehet, aki, te, aki megteheti. És ezen az úton ő naplót vezetett. A naplóból kiderülnek olyan apróságok, hogy korábban, amíg a fiú kormányzó volt, ő kodifikálta a magyar tengerészeti szaknyelvet. Tehát, hogy a szakkifejezéseknek azt a tárát, hogy egységes legyen. És nagyon jó humorral, semmit meg nem vetve, de semmi előtt hassal nem esve, jó humorral megírta ezt a, ezt a nagy utazást. Ami úgy történt, hogy az én megismerkedésem ezzel, hogy itt a főigazgatói kabinetben akkor már nem tudom, kicsoda lehívott, hogy ismerem Ezicsi Józsefet. Hát mondom, uh -huh. nem, mert nem közvetlen rokon, uh -huh. de utána nézek. Uh -huh. És kiderült, hogy lefor a szlovák Nemzeti Könyvtárban vannak ezek a naplók magyar nyelven, uh -huh. és lefordították szlovákra, és a fordító, érdeklődött Zicsi József személye iránt. Hát sajnos magyar nyelven még egy rezümés sincs benne. Csak a naplóból halvány képek vannak a szlovák kiadás borítóján, még a nevét is szlovákosították. Na mindegy, lényeg az, hogy elhatároztam, hogy ezt én magyarul hát ki kell adni eredeti nyelven. És kalandos úton megérkezett a, a mikrofilm, és a mikrofilm egyik végén, ma elején vagy végén nem tudom, de olyan képek voltak, amik nem az ázsiai útra vallanak. Tehát Atlanti-óceáni térképek, hajóútvonal, de kiderült, hogy ő Amerikában is volt, uh -huh. és az amerikai útja még nem látott nyomdafestéket. És úgy gondoltam, hogy hát ha, ha most nem, akkor soha, tehát uh -huh. akkor elkértem Pozsonyból az amerikai út mikrofilmét, uh -huh. és két kötetben, Hát talán egyben jobb lett volna, de két kötetben minden esetre OSK és a Szép Halom közös kiadásban kiadták. De ezt a kötetet elkapkodták, előjegyzéseket vettünk föl rá, de, de nem tudtuk kielégíteni ezeket, mert nem volt elég kötet. És akkor most úgy tűnik, hogy a Veszprém megyei honismereti egyesület és a családi alapítványunk közösen hát kiadja a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával egy kötetben uh -huh. és éppen most ezen a héten kerül nyomdába. Uh -huh. A színes táblák nem lesznek a végén, de a térképek uh -huh. benne lesznek és hát reményeim szerint azért kelendő lesz, mm. ahogy az előző kiadás is kelendő volt. Ne lehet, hogy már el is fogunk majd legközelebb beszélgetni. Akkor Lehetne ez beszélgetni egy, róla, ez... nagyon hosszan. Hát több előadást is tartottam belőle, mm. úgyhogy ez, ez ez egy ez egy, ez egy, ez egy jó mm. dolog. A másik apropó, ha ah, már kérdezted a családtörténetet, mm. Győrben lesz az Ücsi egy kiállítás, és hát... Mikor? Április 5-én uh -huh. lesz konferencia, ott kértek előadásra, és hogy küldjek képeket, és uh -huh. úgyhogy most ezen, és ezen, is előadsz. ezen is előadok, és uh -huh. ezen is uh -huh. uh, dolgozom. Uh -huh. Jó, akkor kicsit visszamegyünk a csapongunk a 90-es évekbe, ugye megtörtént a, a doktoridő, ilyenkor a tudományos kutató újabb-újabb témakörökkel kezd el foglalkozni. Én, én hármat váltottam ki a munkásságról, ha lehet egyáltalán így mondani, a átlőtt komáromi napló lenne az első, ez, ez maga már így megfogott engem. Légy szüves, ezt mond már el, hogy, hogy, hogy lőtték át mikor, miért komáromi? Igen, azért, mert komáromi Lajos nagykárói illetőségű egyén írta a, a, naplót. Ez egy nyomdász legény volt, aki, aki azért vette ezt a füzetet, hogy elmenjen Lipcsébe, és ott majd teleírja szakmai jegyzetekkel. Hát ehelyett behívták katonának, és néhány hetes munkácsi kiképzés után irány a front, a keleti front. A legérdekesebb része igazából nem is a fogság, az a legterjedelmesebb, de maga a front is, hogy, hogy hogyan történnek az események, leírja a trónörökös látogatását. Érdekes a, a hozzáállása. Egyetlen nem lelkesedett a háborúért, nem lelkesedett a harcért, de szerette a hazáját. Uh -huh. És ez a trónörökös látogatásának a leírásánál: ez úgy előjön, hogy pikírta a, a felsőbbséggel szemben, de nem ellenséges. És a trónörökössel szemben sem ellenséges, nagyon pontosan tárgyilagosan leírja, hogy ott ott mi történt. És ez a tárgyilagosság ez engem megfogott. Na most úgy esett fogságba, hogy megsebesült, és a vele együtt a naplót is átlőtték. Uh -huh. Ezt onnan lehet tudni, hogy ha nem írta volna le, leírta. De ha nem írta volna le, onnan lehet tudni, hogy mikor sebesült meg, hogy addig ugye az írás, a golyó utötte lyuk miatt az írás is sérült. Tehát a szavak eleje, vége, foszlányokban. Uh -huh. restaurátorainkat és a műhely dicséri, hogy ezt nagyon szépen helyrehozták. Uh -huh. Viszont onnantól kezdve a lukat körbeírja. Tehát a luk miatt nem veszik el egyetlen karakter sem, uh -huh. egyetlen legét karakter sem, mert hiszen utóbb írta. És leírta Oroszországi fogságát, ottani élményeit, első világháborúról beszélünk, uh -huh. majd mint sebesült vagy harcképtelen, nemzetközi egyezmények alapján még a, a a háború alatt, 19, illetve pontosabban ő már közvetlen a Breszlitovszki béke következményeként, 1918 tavaszán hazajött. Útközbe vett egy másik naplót, nagyon érdekes, mert három napló van, vett útközbe egy másik naplót. Az nincs átlőve. Az nincs átlőve, és aztán később, a 70-es, 80-as években ő ezt egybegyúrta, részben meg is akarta jelentetni a Két háború között, nagyon úgy tűnik, hogy a Magyar impérium alatt, tehát 40 és 44 között, uh -huh. és ö, végül is Bamgatner bettével együtt, aki itt dolgozott a, a tit uh -huh. megjelentettük uh -huh. ezt a naplót. És hát e, ezt is úgy előadtuk, és hát írtam hozzá, írtunk hozzá közösen egy bevezetőt, én pedig egy hadtörténeti jellegű bevezetőt írtam hozzá. Mondja, leírásban majd ezeket mind meg lehet kattintani. Igen, és az az érdekes a dologban, hogy ő a 70-es-80-as 70 években, amikor ezt egybegyúrta, tehát a két háború közötti uh -huh. kefele vonatokat, amiknek egy nagyon kis része jelent meg egy helyi újságban, összegyúrta, <laughs> kiegészítette golyostól írással, akkor időnként, mintha magát cenzúrázta volna. Na. Tehát Milyen, ugye azért el? volt, hát nyilván olyan, hogy Romániájában Hü -hü. élt, akkor ne felejtsük el. Hü -hü. És például a, a cseh légió, amit ő ugye be alul volt a monarchia csuka szürkéje még, Hü -hü. és akkor fölé vették az orosz katonaköppenyt, és mentek a monarchia ellen harcolni, már amennyire harcoltak. És akkor, akkor leírja első reakciójában, hogy hát micsoda kétszínű emberek, ezek élám kívülről is látszik. Hü -hü. És akkor később ezeket áthúzta, de mi belevettük a szövegbe, mert ez így korrekt. Ilyenkor ez a döntés, ez benedettel együtt hoztátok meg, vagy ez. Nem, persze mindent közösen csináltuk, együtt hoztuk ezeket a döntéseket, hogy az eredeti szöveg legyen benne. A fontosabb helyeken esetleg áthúzva is olvasható, vagy inkább lábjegyzettel hogy, hogy ér, ér, és vagy legalábbis a bevezetésben még egyez, hogy érezzék a, az olvasók, hogy mm. itt egy öncenzúra esete forog igen, fenn. Igen. Igen. És az nem váltságos előnyére a szövegnek, de az mm. eredeti szöveg az jó. Mm -hmm. Az egyik döbbékváltozat. változat. A két anna. Ő egy szociáldemokrata politikus volt, Igen. Ugye, és ez az emigrációs levelezését gondozta, De ez, ez hogy alakult? hogy, hogy hát ez hogy úgy alakult, alakult oda? hogy dolgoztam két leonna hagyatéket. Ez egy normál fontfeldolgozás volt, és úgy gondoltam... Ez elém került egy... Elém került adag egy, adag egy anyag, font, ugye, mint a kézirattár munkatársa, dolgoztam fel a fontokat. Igen, itt a munka. És és valahogy úgy éreztem, hogy ebből meg kell jelentetni valamit. Meg kell jelentetni, mert Kétli Annáról, Kétli annál próbálják, ugye próbálta ugye a Kádár diktatúra, a némely mm. először támadták, aztán most meg le akarják nyúlni. Meg, hát mondom, nem. ez így nincs rendben. Mm -hmm. Legyünk tárgyalagosak, nézzük meg, mm -hmm. mi van az emigrációs levelezésben. Később aztán a két mm -hmm. háborúk közötti szerepléséről is megjelentettem egy cikket. Mm -hmm. Egy epizód. Mm -hmm. Kétli Anna használja azt a szót, hogy rendcsinálás. Na most, mit jelentett a 20. Dikt 20. századi diktatúrák szóhasználatában azt, hogy rendcsinálás? Vért és könnyeket? Uh -huh. Mit jelentett két Leonnál? Lakást azoknak, akiknek nincs. Mert akkor van rend, ha mindenkinek hajlék van a feje fölött. Uh -huh. Tehát egy, egy teljesen más ö, értékrend. Uh -huh és euh, nagyon érdekes az emigrációs levelezés. Tehát ahogy például elismeri ilyen űr Mincentiről, ahogy mm. kereste a kapcsolatokat az emigráns kisgazdapárttal is több ponton. Tehát nagyon érdekes ez a levelezés. Ümm, nem mindenkinek tetszett, amikor mm. megjelent. Mm. Érdekel téged, hogy, hogy mit írnak tetszik. róla? Nem, hogy valakinek nem tetszik. Hát, hogy mondjam, Megnéztem, hogy kiknek nem tetszik, és úgy gondoltam, hogy ez nem baj. <gysz> szóval <síns> ennyit, <síns> mert ez azt jelenti, hogy hogy valahol, valahol jó helyen tapogatózok ezzel a kötettel. Például <síns> uh, Jónás Entre demográfus volt, közgazdász és levelezett két leonnával. És egy polémia alakult ki közöttük, hogy tulajdonképpen ugye 60-as években propagálták a fogamzásgátlást és igyekeztek leszorítani a a népszaporulatot. Akkor volt egy ilyen mély 64-ben, és aztán rájöttek, hogy ez nem jó, akkor megint föl. És akkor ez volt a polémia, hogy két anna szerint egész egyszerűen csak túllőttek a célon a korszakkal, uh -huh. és semmi, ne, sem nem kell már mögötte mást látni. És akkor uh -huh. Jónás Endre azt mondja, hogy nem, ez a bosszú 56-ért, hogy ez, ez, ez egy lázadó nép, itt nyomjuk le a népszaporulatot. Uh -huh. És euh, én belevettem a Jónás Endrével való levelezést egyedüliként. Nagyon kevés hozzáírt levél van benne, de Jónás Endrével a teljes polémia benne van. Na, ez a kritikusoknak, ugye? Ez egy érzékeny pont. Hát tulajdonképpen az, hogy Magyarországon miért ment le ennyire a népszaporulat, hát ugye a, a mi miatt alapvetően. Tehát Lengyelországban nem volt élesesítés. Uh -huh. De ez a máig ható dolog. Hát átmenjünk Lengyelország, átlépjük a lengyel határt, és él a falu. Uh -huh. Állatok vannak, iskolák vannak, óvodák vannak, gyerekek vannak. Átjövünk Szlovákiába, ugye a régi magyar határon, és onnantól kezdve, mindegy, hogy Szlovákia vagy Magyarország, a vidék halott. És, és sajnos Magyarországon is ez látszik, de például Horvátországba átmegyünk, ott is Dalmáciában is hmm. oda van írva, hogy lassíts, mert szkóla, 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 kis településeken is. Hmm. Na, két kétlianáról is majd a leírásban lehet még kattintani, akit tovább érdekel. Harmadiként pedig van egy nagyon érdekes a Gálanyi Gézának következő szavai, hogy talúci Lajosnak az egyetlen goromba embernek, aki akkor is kedves, ha goromba. Akkor kedves, ha goromba. Akkor kedves, bocsánat, így No. Köszönöm, hogy kiegészítettél. Tehát ez a talóci, ez hogy, hogy alakult? Az, ez a levélváltás a talócila és hagyaték, ez is elét került a hagyaték? Na, hát akkor... ehhez ma hátra kell dülnöm. <laughs> szóval talóci Lajos, igen. 2014-et írtunk, centenárium, <laughs> és úgy gondoltam, hogy itt valami, valamit meg kéne kutatni. Hát az ötletet egyébként a kézirattár jól megszerkesztett katalógusai adták. Tudni, hogy van egy olyan katalógusunk, hogy úgynevezett időrendi. Uh -huh. Ez nem tart máig, nem is teljes értékű, ha valaki ott lát valamit, a többébe meg kell néznie, hogy pontos-e, de mégis némi támpontot ad. Uh -huh. Tehát az, hogy egy adott időben milyen levelezésünk van, kitől, ez. És én arra gondoltam, hogy hát ugye eddőrdült a szarajevói lövés, vagy lövések, uh -huh. ugye 14. júni 28. Uh -huh. Hadüzenetek augusztus első napjai, július utolsó napjai, augusztus első napjai. Mm. Leszámítva azokat az államokat, amik évekkel később léptek be a háborúba. De a háború akkor tört ki. Mm. Volt köztük egy hónap. Ugye nem csak az az érdekes, hogy mi történt abban az egy hónapban, nyilván halálizgalmas, Christopher Clarknek az Alvajárok című kötetét mm. mindenkinek ajánlom ebben a témában, mit gondoltak az emberek. Tudták, hogy az Armageddon közelít? Uh -huh. Hát nem voltak butábok akkor sem, mint ma. Uh -huh. És nem tudták. És ennek van egy szörnyű tanulsága. Az, hogy mi most tudnánk, hogyha mondjuk történik egy, ne adj Isten, egy esemény. Tudnánk azt, hogy egy hónap múlva mondjuk valami nagy virbli lesz? Uh -huh. Nem, nem tudnánk. Mi se tudnánk. És a levelekből is az derül ki, hogy hát igen, most van ez a feszültség, de hát Adi András azt hiszem, ő írta, hogy hát szegény monarhiánk, de pár hónapig biztos el fog ez tartani, vagy valaki azt írta, hogy hát igen, most ez van, de jövőre lesz Párizsban egy irodalmi kongresszus, arra feltétlenül el akarok menni. Tehát a, a, a szent naivitás igen. mindenkiben, és és hát nem az lett, igen. hanem egy, egy, hanem a, az európai civilizáció, hát mondjam azt, hogy, hogy végjátékának első felvonása. Az első világháború. Mert a háború az, az kontraszelektív, genetikailag is, ellentétben a járványjal. És hát ez adta az ötletet, és megnéztem azt, hogy kik leveleztek abban az egy hónapban, és Talóci levelezés, hogy ki uh -huh. És akkor akkor ráharaptam a Talóci témára, nagyon érdekes, és egy nagyon érdekes egyéniséget lehetett megismerni. Nem teljes életrajz, ugye, hát Talik, a legenda szerint a, ugye Strommernek született, de hát ő szeretett volna magyar nevet, és a legenda szerint elment Talik Talikálmánhoz, hogy uh -huh. adja oda a nevét. Uh -huh. Hát Álmán nem adta. A feléd adta. Nem, tréfálkozott vele. Uh -huh. Azt mondja, de én nem is erre Édes öcsém, told meg egy lóhosszal. Uh -huh. Na, akkor talóci. Ah. Na, azt tudni kell, hogy a középkorban voltak talóciak, de azok uh -huh. kihaltak. Uh -huh. De annak semmi közük tallóci Lajos. Uh -huh. És Talóci Lajos egy olyan ember volt, aki akin tudott segített. Uh -huh. Behívások tekintetében, áthelyezések tekintetében. Akkor ő volt Szerbia polgári biztosa 1916-ban, tehát nagyon jelentős a munkássága. Én nekem van egy gondolatom még ezzel kapcsolatban, sokkal nem fogják osztani, de ugye Tisza István tudta, sejtette, hogy merényletet követnek el ellene, vagy fognak. Uh -huh. És valamiféle a fátumot tisztelve azt mondta, hogy na jó, hát akkor képletesen szólva ide lőjettek. De ha nem is így, de nem menekült el időbe. És Taloczi Lajos egy vasúti baleset áldozata lett, mert a, a szerbiai katonai kormányzó lányának, vagy unokahúgának hugának, Rémen van szó, a, átadta a saját fül, első osztály fülkéjét, és átment mm. máshova, és ha ott marad, akkor életbe marad. Mm. És szerintem Tallóci volt, vagy lett volna talán az egyetlen, aki rá tudja beszélni Tiszát, hogy most ne itt Pesten hősködjön, hanem az akkor még a frontról rendben, és az inkább a magyarokra volt jellemző, rendben hazatérő hadosztályoknak álljon az élére, mondjuk Gotthárdon, de még inkább Grácban, Jöjjön, haza, és csináljon rendet. Uh -huh. De hát Talóci meghalt. De ő már sejtette a vereséget 1916-ban. Mondta egy, egy barátjának, a Talóci társaság megjelentett a két háború között ilyen füzeteket, ahol emlékeztek rá. Uh -huh. És az egyik emlékező mondja, hogy hát mondta neki Carlsbadban, ahol akkor éppen pihent, hogy hát ti nem tudjátok, hogy micsoda pokol szövetkezett ellenünk. Uh -huh. Ő már tudta. És hát ő ő szorgalmazta a forráskiadásokat és a források szétválasztását Bécsben, de inkább forráskiadásokat, és az ő szárnyai alatt nevelkedett például Szegfű Gyula és egy egész későbbi történész nemzedék. És ő, ő volt a büzérnagy, ez egy ilyen szabadszájú társaság volt, mondjuk reggel kakaskukorék, ez a kollégium szerű volt, reggel a kakas kakaskukorékkalással ébresztette a többieket, és, mm. és voltak az úgynevezett fehéresték. Ez azt jelentette, hogy akkor nem a büzér ö, etikett van érvényben, ami szerintem még most sem lenne szalonképes, hanem a normál etikett, ahol finom lelkű hölgyvédékek is vannak, és azért voltak fehéresték, mert ilyenkor bizonyos képeket, szobrokat letakartak mm. fehér lepedővel, hogy finom lelküket meg ne sírtsen, mm. és akkor ezért voltak fehéresték. Mm és ez, 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 a válogatás, hát ez lényegében tiszteleg Talóczi Lajos emléke előtt, de Talócitó rengeteg forrásunk van, és de. még nagyon sok minden kiadásra vár. Szuper, ez is benne lesz a leírásban. Hát én ezt két lajos ugye Komári Lajos, Talóczi Lajost, ez a két Leonnát választottam, esetleg ez a 90-es évek közepétől a mai időszakig van még olyan, ami mindenképpen megemlítenél, hogy ami, ami fontos volt itt a, a a Széchenyi köntári kutatói, kizradtári munkásságodban. Hát megtanultam hagyatékokat feldolgozni. Nehéz? Hát, hogy mondjam, a káoszból rendet csinálni, az adottság kérdése. Uh -huh. Én ebbe úgy belejöttem, meg uh -huh. valahogy úgy, úgy mindig szerettem úgy, úgy rendet csinálni egy adott dologban. Ez nem jelenti azt, hogy uh -huh. legény koromban a legnagyobb rend volt a szobámban, de, de az, hogy egy irathalmazban nagyjából rendet csinálni, lastromot csinálni, ez valahogy úgy ment. Ebbe uh -huh. beletanultam. Uh -huh. És az emigráns fondokkal foglalkoztam. Itt volt például Teleki Béla anyaga. S rájöttem arra, hogy az emigrációban a szálak nagyon szorosan összeérnek. Tehát nincs olyan emigrációs hagyaték, hogyha már kettőt, hármat földolgoztál, hogy a negyedikben ne lenne olyan név, amelyik a másikban nem fordul elő. Sőt, sokszor fogaskerékszerűen egészítik ki egymást. Tehát például Kétli Anna emigrációs hagyatéka, Teleki Béla emigrációs hagyatéka, egy teljesen más politikai attitűd, de mégis valahogy az emigráció rész, egyes részeit úgy összepasszítják hogy akkor na nagyjából ez, ez így néz ki a térkép, Összelezen vannak a egész. fehér foltok. Igen, de nagyjából úgy föl lehet térképezni. Uh -huh. És hát az emigrációs levelezésben a hivatalos és a magán sokkal inkább összefor. Tehát emigrációs hagyatékokban nem is nagyon lehet csinálni azt, hogy most hivatalos levelezés és uh -huh. magánlevelezés, uh -huh. hanem ABC. Mert van egy levél, uh -huh. amit mondjuk annak a szervezet tisztségviselőinek ír, ő Teleki Béla mondjuk, amelyiknek ő az elnöke, vagy uh -huh. egyik vezetője, és akkor az első leve szél, része a levélnek az első oldal az, hogy most akkor mi van a szervezettel. Tulajdonképpen hivatalos. Uh -huh. A második levél meg az, hogy mi van a feleségeddel, a gyerekeiddel, uh -huh. boldog karácsonyt kívánok. Uh -huh. Most akkor hivatalos, magán? Hát most uh -huh. nem lehet besorolni. Emigrációs uh -huh. levelezésnek ez a bája. Uh -huh. És akkor ebbe a hagyatékba belejöttél, és. Ebbe most a hagyaték már... is, is, is így, így belejöttem, és hát szívesen adom át a tudást az utódoknak. És hát vannak utódok. És hát vannak, vagy lesznek utódok, mm. hála mm. Istennek. Úgyhogy... Neked is hat utódod van, úgy tudom? Igen, van hat gyermekem. És ők valamiféle történelmi képzést kaptak, ezen a vonalon mennek tovább, és hát, mással foglalkoznak. Ne, na most az, hogy mivel foglalkozik egy gyerek, és hogyan gondolkodik, mert itt nem csak arról van szó, aki ilyen családba születik, hogy, hogy konkrétan foglalkozni hmm. kell családtörténettel történettel mert valami elemi a persze szüksége hmm. van családügyileg is, de itt inkább arról van szó, hogy hogyan gondolkodik, hmm. mi az értékrendje és ez az, ami, ami a legfontosabb, amit tovább kell adni. Mert a birtokot, a vagyont azt el lehet venni, az értékrendet azt nem. Azt tovább lehet adni. Legidősebb fiam a, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének az elnöke jelenleg, Úgyhogy ez, a, ez a, nem csak ő viszi tovább ezt a vonat, a gondolkodást azt igyekeztem mindenkinek átadni. Elég ez vagy, hogy sikerült ez Hát átadni. ilyen szempontból, hála Istennek, mm. igen. Még van itt három képünk, amit, igen. amit, mindenképpen meg kell beszélnünk, Mihály. Ugye a hagyatékról beszéltél, és hát fontos része a fotók is a hagyatékoknak, és egy nagy vázsanyi blogon találtam, itt három képet, és akkor ugye most podcastben vagyunk, illetve beszéltünk arról is, hogy minden nagy, hogy Csevejnek neveznénk ezt a, ezt a podcastot, olyan, olyan, Igen, engedj van. meg egy megjegyzést. Igen? Amikor Jedlikányos föltalálta a fröccsöt, ő Spritzernek nevezte, és Vörös uh -huh. Marti mondta, hogy akkor legyen fröccs, ez uh -huh. foton történt. Úgyhogy én, én a podcast én inkább cseveinek vagyok. Jaj, vagy ja, tehát az a lényeg, hogy most ugye nem, nem látják, amit mi látunk, és, és úgy, úgy kellene hogy beszélnünk erről a három-két, akár csak egyről, amik amelyik neked szimpatikusabb. Értem. Értem. Az Icsics család képeit nézegetjük itt éppen, kedves Igen. hallgatók. Hát köztudott, hogy a cipésznek a cipője Lukas, a vízvezeték szerelőnek csöpög a csapja, a szabónak Lukas a kabátja. Na most én több hagyatékot itt a könyvtárban feldolgoztam, de a, a szüleimtől öröklött hagyatékot otthon még nem. <laughs> Úgyhogy az, az még hátra van nyugdíjas koromban. Az is van akkora, mint egy itteni hagyaték. Na most úgy, hogy ezeket a képeket én hosszabban nem tanulmányoztam. Túl sok mindent nem tudok mm -hmm. mondani róla. A legfelső kép az Kaphegyen készült, ott van egy vadászház, ez mai napig megvan. Kaphegy valamikor, még nem voltak rajta tornyok, Európa egyik legjobb szarvaslövőhelye volt. A nagyvázsonyi birtok az, tudom, 1649-től volt a család tulajdona. De nem a, hát nekünk is felmenőink, aztán szétágazott a család, nem ami mi közvetlen águnké volt hosszú időn keresztül. Nagyvázsony eladták Bécsi bankároknak, és ebből az időből, hát ugye apám gyerekként a Kastély padlásán szeretett így, így, hát mint gyerek felfedező útra menni. Uh -huh. És hát ő is tudta olvasni a godbetűket természetesen, és hát megnézte azokban az időkből, amikor előbb a todeszkói aztán a Lémanéké volt a Kastély, hogy hát kiadás bevétel kiadás volt számlakönyv. Uh -huh. És a kiadás rovat utolsó tétele, mit gondolsz, mi volt? Cubetyáren. És apám még találkozott olyan uh -huh. idős bácsival ott, aki azt mondta, hogy ő még gyerekkorában látta savanyú Jóskát. <laughs> a bakonyi betyárt. Aztán ut utóbb Zicsi Béla visszavásárolta uh -huh nagyvázony, de úgy, hogy a lengyeltóti uradalmat igazából, és a lengyeltóti uradalomhoz csatolta a nagyvázsony uradalmat, és végrendeletben hagyta nagyapámra. Mi a lángiág vagyunk, de a lángiág attól kezdve, hogy önálló lángiág lett, attól kezdve nagyvázonyhoz, nem volt köze. Nagyapám került így oda örökség útján 1924-ben. És ez a, a, kép, ez a vázsonyi uradalomban kaphegy kaphegyen készült. A képen bal oldalon ö, Széchenyi Zsigmond, akkor tőle kettővel jobbra az Icsi István, a Nemzeti múzeum, aki később a Nemzeti Múzeum igazgatója lett. Nem tudom, mikor készült pontosan a kép, de szerintem ő későbbet múzeumigazgató. Akkor ő már valószínűleg múzeum igazgató uh -huh. volt, és ö, tudni kell, hogy László Gyula az ő szárnyai alatt uh -huh. nevelkedett. Uh -huh. Ez egy kicsit tudománytörténet is, tudnélik a hát a, az úgynevezett komplex módszert a magyar őstörténetben Zicsi István dolgozta ki. És ezen a vonalon ment tovább László Gyula. Tudnélik, megszűnt ugye az a nyomás, hogy Bécsből, hogy most mi itten finnugorok vagyunk és punktum, és nem lehet igazából menni, és aki mást mond, az komoly talán. Hát amikor mm. Uh -huh. Zicsi komoly tudósokkal ment Ázsiába, a Magyar Akadémiától én legalábbis így tudom a történetet, nem kapott még egy papírt sem. Uh -huh hogy ő most tudományos expedíciót végez, mert tudták, hogy nem a finnugor vonalat viszi. De most, hogy mi lett volna, ha megmarad a monarchia, és, de és akkor Károly marad a király, valószínűleg akkor is enyhül ez a nyomás, mert nem volt egy erős kezű valaki. Meg talán nem is ebbe az irányba mentek a dolgok, de tény, ami tény, a Horthy-korszakban ez a Bécsi nyomás megszűnt, uh -huh. tehát lehetett a magyar őstörténetet egy kicsit jobban ö, kutatni. az Icsi Istvántól, jobbra pedig ott háttérben kalapban nagyapám áll, de és előttük a, a szarvas. Mi az Icsi pál a, a nagy, nagyapa. Igen. Hát a Tihanyi kirándulásról apám és nagybátyám, itt uh -huh. pedig a legalsó nagyapám és nagybátyám. Erről túl sokat uh -huh. mondani... Nem, nem, nem tudok, vagy nem, nem lehet. Lényeg, mik mikor Nekem lesz a nyugdíj, so... mikor kezded el feldolgozni ezeket a képeket? Hát, hogy mikor kezdem el feldolgozni ezeket a képeket, nem tudom, hát már győrbe is kell küldenem ezen a héten húsz ja. képet aláírással együtt. Hát nyugdíjba, hogy idén megyek nyugdíjba, és hát mm. akkor utána, de hát unokák is vannak, mm. jönnek, úgyhogy rengeteg a ténykedés. Szeretnék befejezni még egy kutatást, mm. amit elkezdtem a hadtörténeti levéltárban. Ö, kerzembe került egy lista, hogy milyen háborús beszámolók vannak. Kézzel írottak, tehát nem nyomtatott könyv. Egy részük megjelent nyomtatásban, de hát ez a kézzel írott listánál az nem számít. Ennek, ez kb. 3500 tétel, ennek 60 a első világháború. Átnéztem cím szerint a 3500 tételt, szűkítettem, szűkítettem, mert az érdekelt, hogy mi történt 1918 őszén. És több szűrőn keresztül szűkítettem le ezeket, és maradt nagyjából olyan 50 tétel, mm. amiket elkezdtem kutatni, de ez a félbe maradt idő hiányában meg egyéb okok miatt is, de szeretném folytatni, hogy tulajdonképpen... Már nem építkezel pedig. Már nem építkezel, hogy mi tulajdonképpen mi történt, és mit ezek a kiadatlan források mit mondanak. Mm. És ezeket érdemes volna kiadni. Mm. Nem kell sok kommentár hozzá, mert mm. az olvasónak elég az, hogyha 10-20 olyan írást olvas, ami mondjuk egy katonatisz naplója 1916-tól 19-ig, és abból kiollózok 10 oldalt. Uh -huh. És ilyen egymás mellett 15-20, és mindegyik másképp látja. És hogy mi, mi jön ki ebből? Mert az, hogy ideológiát miköré kerítünk, és hogyan kerítünk, hát az egy más kérdés, az mindig változhat, de uh -huh. a tények azok nem változnak. Azok nagyon kemény dolgok. Hát nagyon szépen köszönöm. Nagyon Mihálynak szívesen. A beszélgetés, Solymosi ákos segítette a munkánkat, és mindenképpen folytatni fogjuk majd. Köszönjük Állok elébe. Én is köszönöm.